Sziasztok, üdvözlök minden kedves nézőt, én már vagyok ismét, és itt lennék egy újabb videóval. Bocsánat a fényviszonyokért. Most keltem fel. És könyörögtek nekem napi vlogért, úgyhogy tessék. Most első teendőként lemegyünk reggelizni egyet. Aztán utána vár egy kis házi munka. Ami nem is olyan kicsi, de hát most ez van. Hát mi van, kutáim? Hát mi a helyzet? Jó van a pillanatna. Hát hogy néződte ki? Mi van? Nyújtózunk? Szia. Jó, tehát a féltékenység ne továbbja, te. Össze is eselik mindjárt. Szia. Szia, szia, jó van. Szia. Köszönjük. Gyertek, menjünk ki. Szép nap. Jézusom. Na most rosszul vagyok ettől a laptop. Na jó kis cornflex csokis tejjel, és először higgyétek el, én sem akartam megenni, de amilyen undorítóan néz ki, annyira finom. Egyébként, amíg reggelizek, addig gyorsan elmondom, hogy ma július 6-a, szerda van, és mai napon egyedül vagyok itthon egészen délután 5-ig kb., na talán 17:30-ig. 10 óra 57 van jelenleg, 11-kor keltem. Jó sokáig aludtam, pedig tőlem nem szokott ez kitelni, bár mondjuk éjfélkor feküdtem le, vagy később, nem tudom, megint videót vágtam. Úgyhogy azért, ha úgy nézzük, akkor annyira nem is sok. Csak 10 és 4 óra. Na most, hogy megreggeliztem, és megdegonyoztam ezeket a dögöket. De hova jössz? Te most itt leszel, de nyitva van az ajtó. Kimehetsz bármikor. Te meg úgy szintén. Szóval, most, hogy ez megvolt. Porszívóznom kell a lépcsőházat, ahol most megyek, meg a fenti szintet, úgyhogy porszívó, let's go! Look where we are. We used to be the rock stars who never thought of no heart until this thing we call life stopped gleaming. I wish there was a way to go back dreaming, remembering it so hard. When time is moving so fast, wish there was a way to know that we're in the good old days before we all just leave them. I try getting rid of the pain, I try to make it go away, but it probably won't change. Always thinking about my own words, remember back when we had no worries. Now life just ain't hitting the same. I sit and miss and reminisce about innocent old days when I was afraid of nobody. Nos, ez kész, I'm afraid of being a nobody. Most még azt hiszem, hogy tükröket kéne. Már nem menj ki! Halló! Hozzám! We used to be the rock stars. Gyerekek, oda nézzetek, ilyen bonyolult, ezt lehet neki húzni, Jézus. Nekem odafön nem ilyen van. Így is van. Remek. És ezt lejjebb állítjuk mondjuk olyan 20 fokra. Ez már power full-on van, ne? Most van power full-on. Sometimes I just kinda sting us right in my chest. His only purpose is convincing me that I'm a mess. And even though it's always been an uninvited guest, it finds a way and nonetheless wish I could change my address. And you know, just be somebody else for a couple of days. Although, I'm pretty sure we all feel the same kind of way. Cause if you think about it, aren't we all set in a place where we look back at better days and wish they weren't so far away? Na hát, egyenlőre ennyi a házi munka, majd még délután azt hiszem kimegyek majd egyet öntözni, vagy valami ilyesmi. Már mondjuk már 11:39 van. Hát, még meglátom. Darás tészta van ebédre. De jó lesz nekem. Na, drágáim, szerintem ki is nyomatjuk a klímát már. Úristen, már most érezhet első a változást. Úgyhogy valószínűleg én most megvágom amit eddig felvettem.
Aztán... Utána meg megnézem a PS-en, hogy jó-e a net, és valószínűleg rossz lesz. Most a hétvégén tervezőinek szolgáltatót váltani, mert anya szomorító, hogy mi megy itt. Na mindegy, vágjuk meg akkor a többi részeket. Fia, vagy elfelejtettem, fia miatt imád. Istenem, túlságosan a videózásra koncentrálok. Új, nem kapottam minden után. Na, rendetlenség megmutatkozik már, jó van, büszke lehetsz magadra. Oké, mehetünk. Ja, szóval irány egy jó, öreg, kényelmes gamerszék. Megyünk videót vágni. Vágjunk, ti meg jók legyetek, ha olyan... Mi van? Visszaugattál, de kis gonosz vagy. Jók legyetek, pihenjetek egyet. Majd féles körül jövök, aztán kiengedem őket úgyis, úgyhogy... Ja. Na. Szóval, videóvágás. Valaki elárulja, hogy én miért szeretem a sötétet? Sosem, de fog kiderülni valószínűleg. Sötét szobában, az emelő az ágyon, videót vágni. Legjobb dolog. Basszus, be kell jönnöm a klímát itt is, mert rohadt meleg van. Na, a klíma távirányító az Tipsmix Pro, hol lehet? Íróasztal? Az utolsó eset ősé... Ja nem, hogy itt van. Ja. Nagyon gyorsan, mert rosszul leszek. Jó. Videóvágás! Na, a videóvágásra megvolnánk, de még miért leülnék gémelni előtte, muszáj lesz rendet raknom, mert ez így mi a fasz? Hát a megfelelőtől jó messze van, de nem baj, jóhoz. Viszont most már tényleg azért nem szabad már barlanglakót játszani, úgyhogy lenyomjuk a lámpát. És felhúzzuk ezt. Oj, imádom a kilátást! Jézus, mintha festett táj lennem. Na nézzük meg, hogy jó az internet, és ha nem, akkor áramtalanítani kell az egész házat már megint. Meg visszakapcsolni, hogy a modem újrainduljon a padláson, és akkor... Vagy jó lesz, vagy nem, az is 50-50, valamikor jó, valamikor nem. Léci, legyél jó, könyörgöm, a kedvemért tedd meg, Léci. Komolyan, Istenem, mit meg nem tudnék tenni. Ja igen, még mindig a PS4 kontrollerem van, mert... Hát az a kettő jó öreg PlayStation 5 kontroller úgy driftel, mint a rohadt élet, úgyhogy ezt megszívtam. Tegnap este is csak freeplayezni tudtam edzés után, mert hát nem volt net. Na de nézzük, ugrik a majom a vízbe, előtt ránézünk itt, hogy elvileg van. Na. Be sincs töltve még, Jézus. Jó, most már jó. Profil, manage, klub, FRG, Forever Rage Global, legjobban kinéz... Fall Guys! Mit? Nem. 3 óra, az meg a jó édes anyádat. Nem kell, köszönöm. Kihagynám. Úgyse játszok már egy ideje vele. És lassítja a netet. Majd ha játszok vele, akkor lefrissítem. Klub match, na nézzük, könyörgöm, legyél jó internet! Mi van? Hányas pingem van, gyerekek? Hányas pingem van? 60? Hát mi van? Ja, nyugi, amúgy nyugodt vagyok. Ez egy kézzel amúgy nehéz játszani. Aha, eddig tartott. Jó, nyugi. Nyugi, de csak 100 valamennyire ment föl. Oké, ez még akár jó is lehet. Jó. Komolyan mondom, nem akarom elhinni, hogy jó a net. Megyek egy kasuál 1v1 meccset, mert... De ezt nem hiszem el, hogy jó a net, de komolyan. Hát évmilliárdonként egyszer egyébként kompetitív Diamond 3 Div 1 meg kell lennie annak a rohadt mocskos championnek. Na nézzünk 1v1-et, Léci. Ha ott is jó lesz, komolyan nem hiszem. Még ma megcsinom a championt, hogyha jó lesz. Még ma megcsinom a champet, komolyan. Egyszerűen nem hiszem el, gyerekek, hogy jó az internet, de tényleg jó az internet! Micsoda! Hát én most gémelek egyet. Rohadt jó, így. A net az rohadt jó. Lejátszottam 2 meccset. Az első meccsen kiszoptam egy olyan csapattársat, aki minden egyes labdára ment. A rotation fogalma neki nagyon nem volt meg.
És még Trash Talker is volt, tehát folyamatosan tégdesát, meg fú, nagyon idegesítő volt. A másik meccset meg megnyertük, nagyon jó csapattársam volt. És ráírtam az eredeti csapattársamra, ugye Takira, hogy mi a helyzet, mikor tudna játszani, mert ugye 2 nappal ezelőtt mondta, hogy szerdától szombatig nála lesz egy haver, és ezért nem tudjuk nyomni. De nekem meg dia 3, nagyon közel a csem. És most megírta, hogy csak este, délután 5-kor jön hozzá a haverja, tehát addig tudjuk nyomni. És még a net is jó. Még tényleg meg lehet a végén, még ma a csem basszus, izgi. Na, viszont most, mivel napvilogot cseng, nem pedig gameplay videót, ezért edzek egyet. Mert azt mondta, kb. Fél óra múlva otthon lesz. Fél óra múlva kereken 1 óra lesz, ami azt jelenti, hogy nem tudom, mikor fogok ebédelni, meglátjuk. De délután 5-ig ki kell használni, hogy addig ráér. Aztán, ja, este meg nekem úgyis függ a szállnom kell majd, és ez nekem most jutott eszembe, igen. No mindegy, szóval edzés. Nos, egyébként nem lesz valami fú de kemény edzés, mert vagy hát igazából nem lesz ilyen változatos edzés, inkább így mondom, mert keménynek azért nem olyan rossz. Csak általában ezt szoktam, amikor nem egy egész napot szánok arra, hogy erősítsek. 100 darab fekvőtámasz, meg 1 perc plank, igazából ennyi az egész. Tehát edzés, igazából ez nem is edzés, csak egy kis erősítés. 100 fekvőt, nem tudom, hogy fogom lenyomni, hogy egyszerre 100-at, vagy 2x50-et, vagy 4x25-öt. Majd meglátjuk. Álljunk neki! Felvételeket, és igazából 101-et csináltam, úgyhogy számban is tudok már. És most következik 1 perc plank, és végeztünk. Talán meg iszok. Hú, de nézzük! Én. Stood back to back for an old standoff. Brute force return and shoot at the crack of dawn. But he shot me in the back for the sun and seen my face. I anticipated my demise and hit a metal blade. So when he flipped me up to see my face, I felt the devil a bullet through the eyes, and now an outline marks his grave. Legyen elég ennyi. Jaj, meghaltam. Hát ma nagyon bénán teljesítettem, nem tudom mi van velem. Lehet, hogy nem tudom. Tényleg gőzöm sincs, hogy mi bajom van, de megvagyunk.
Adjál inni valót! Hú! Elképesztően szarul ment ma. És meg nem mondom miért, de rossz érzés, hogy szarul ment. Meg vagyunk, és egy perc már pont letelik a fél óra, úgyhogy elvileg otthon kéne lenni a srácnak, és meg nem hív. Meg vagyunk. 2000 years later. Nos, hát 4:45 van. Megpróbáltunk játszani. 600-as ping, amin nekiálltunk, egészen addig jó volt, amíg ráért a srác. Vagy amíg nem ért rá a srác, amint ráért, és végre nyomhattuk, meg instant hal lett a ping, meg a net. Hétvégén tuti szolgáltatót váltunk, mert már rohadtul elegem van. Úgyhogy gondoltam most, hogy kb. 200-as púzusom van, egy kis megnyugtató ebédet elfogyasztok. Úgyhogy ebédeljünk. Nos, egy dolog kiderült, hogy én nem vagyok normális. Borsóleves. Hogy nem folytasz ki? Két dolog derült ki. Egyrészt, hogy rohadt profi vagyok, hogy ez nem folyt ki. És nézd meg! Hát... A másik meg ugye, hogy hülye vagyok. Na most ezt emeljük be a mikróba. Vigyelj, juglik a majom vízbe. Szabályosan folyik ki. Profi vagy már, büszke lehetsz magadra. Indítjuk el a mikrót. Istenem, nézd meg. De jó. A mikró is gondolom csupa borsóleves már, úgyhogy... Ó, szép az élet, betesszük. Hát, ilyen sok adagot 2:30-ra. Hát, takarítsuk. Végzett a mikro, közben kiengedtem amúgy kutyákat. Cukik. És most ugrik a majom a vízbe. Jesus. De finom lesz. És ezt milyen nehéz ezt elintéznem. Na hát valahogy sikerült eljutatnom idáig, és akkor most menjünk darást tésztáért. Na. Oké. Süti is van, ezt nem tudtam. De, most már tudom. Osztrák szelet, az finya. Na, és akkor darás tészta. Guszti. Hát én szerintem úgy ezt megeszem ebben. Szerintem jobban járok. Ja. Na, jó étvágyat! Na, és akkor most megyünk, és jobbá varázsoljuk az internetet. Háromtalanítunk, aztán visszakapcsoljuk. Anya bezárta, és gőzöm sincs hol a lakáskulcsom. Na, lakáskulcskeresés következik. Megvan. Azt mondja, hogy... Na, ez az. És esik az eső, tök jó. És most várunk. Elvileg most... Nem mükszik. Remek. 2 percet várunk, és visszakapcsoljuk. Na, mehetünk. Istenem. Az áram visszajött. Hála Isten.
És akkor... Most jön a reménykedés. Hát... ez nem joinlognak néz ki, úgyhogy még mindig szar. Picsába! Hát többől nem lesz játék. Nos, hát időm annyira nem volt bejelentkezni, de igazából olyan sok minden már nem történt velem. Még este fűkaszáltam egyet. És ennyi igazából. Ez a napi vlog megfelelő volt arra, hogy bemutassam, hogy hogyan zajlik egy átlagos napom. Egy olyan nap, amikor egyedül vagyok itthon a nap nagy részében. Úgyhogy igen, én nagyon remélem, hogy tetszett nektek a videó. Ha így van, akkor nyomjatok rá egy lájkot és iratkozzatok fel a csatornámra. Én Márk voltam, találkozunk legközelebb, további szép napot kívánok mindenkinek. Sziasztok!